erősen képviselt a településen. És ugye itt az idősektől kezdve, ha mondhatnám azt, a gyerekek teljesen lefeled a palettát, tudnál is mondani egy-két dolgot, hogy mi is, hogy mivel is nézünk itt szembe, de lehet esetleg, ha gondolják kérdezni is, én beszéltem, addig kitöltöm a kis... Megöl a nyelvünk. És akkor jó van. Ezzel kapcsolatosan. Jó? Annyit, bocsánat, még esetleg még gondolkozom, annyit mondanék el, ez a... Most nagyon kicsit ilyen, ezért leszek, azt mondom, polgármester pálinkája, de mondhatnám azt, hogy... Mondhatnám azt, hogy az önkormányzat pálinkája, falu pálinkája, ugyanis itt nagyon egyszerű a története. Szembét látok ezt a kifelte sort, itt egy szőnyeg volt, azt megkérdeztem, hogy felszedhetjük-e, mert... Hát akkor jött a... Akkor, és jött az államtitkár asszony, igen, és mondta persze, és ott gondolkozom, hogy mit lehet kitalálni. Azok is szépek, de... Tartalmas. Azok tudod, hogy nem tudom. Hoppá! Szóval kifejkörtél, már sokat beszéltem Pirtól is, de akik nem hallották akkor azt, azért néhány mondatot elmondom, hogy hol tartunk azóta kifejkörte ügyben. Azt mindenki talán emlékszik rá, hogy egy Peter Kiffer nevezetű német atyafi botanikus hozza ezt be Amerikából, ez egy kínai homoki körte és vilmos körte kereszteződéséből létező alany, amit 1800-as évek közepén nemesítenek ki Németországban. Összegzorban volt egy kiállítás 1900-as évek elején, ott három darab vesszőt hoz be Szatmári Sándor, aki a gimnázium igazgatója volt, és a felesége Julianna asszony, aki túlévi az ember. Ő az, aki igazából nagy gazdaságot nevel ebből a három szál kifelből. Ez egy vadalanyra szokás oltani, tehát vadkörtére gyakorlatilag, abból meg van elég az erdőben. És jó rész halas környéke teljesen ide belterjessé vált, Pirtó és halas, de maga a vasútvonal mentén fűződtek fel ezek a kifelkörtés ültetvények. Olyannyira, hogy mondjuk a Pirtó környékén, ahogy a mostani nagy vasútállomás van, attól halas fele nézve bal oldalán 60 holdnyi kifelkörtés volt, és ebből időnként 100-140 vasúti kocsi mennyiségű kifelkörtét vittek el Düsseldorfba és minden más városba és egész Nyugat-Európába. Egy téli körte, sokáig megtartja az állagát, de még marad. Harapni igazából nem jó, mert bevan a fogsor is a körtébe. De hirtelen ott november-december környékén pont a vilmos körte jellege miatt hirtelen megpuhul, és onnantól kezdve kiválóan fogyasztható, nyersen is. De a legjobb, a régi leírások szerint is, hát ugye pálinkának, de a kompótnak. Tehát az nagyon finom, főleg nálunk úgy van elkészítve, odahaza hagyományosan, tradicionálisan, hogy van bírsalma is benne, és kifelkörte, tehát a kettőt egyben. Ez azért érdekes, mert egymást szereti, hogyha már a pálinkát kóstoljuk, és jó ki van főzve, nagyon nyilván ez kis üstünél összejön, akkor a második, harmadik ízvilágban meg lehet találni a bírsalma jelleget a kifelkörte pálinkában is.